Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Hírodónk után magazinműsorunkat láthatják. A kábítószerügyi egyeztető fórum prevenciós hetének keretében tartott előadásokat Klaus Melinda, közösségi média specialista csütörtökön a Szabadidőközpontban. Elsőként erről számolunk be Önöknek. A középiskolás és az általános iskolás korosztály hallhatott előadást a közösségi média használatáról. Beszéltél többek között az internet függőségről is. Ez mit jelent? Internet függőnek ugye azt tekintik, aki sokat van gép előtt, sokat nyomjunkodja a mobiltelefonját, csak hogy mai világban sajnos ez a jellemző minden tinire, illetve fiatalra, hogy nagyon-nagyon információra szomjasak. Ebből kifolyólag az idősebb generáció ezt vétkesen vagy rosszul, nem megfelelően internetfüggőnek tekinti. De internetfüggőség akkor jön létre, amikor valaki éjszakába menően, akár már a tanulását is veszélyeztetve használja az internetet, illetve idegessé válik, hogyha ezt szóba hozzuk. Szó volt az egószörfölésről is. Ez mit jelent? Az egószörfelés azt jelenti, amikor a saját nevünkre rákeresünk, nagyon-nagyon érdemes, hogy fél évente egyszer, évente egyszer legalább a saját nevünket végigfuttassuk a Google rendszerén. Ebben az esetben ugyanis olyan tartalmakat is megtalálhatunk, amiket korábban mi hoztunk létre, vagy mások rólunk kommunikáltak, és legalább tudunk a létezésükről. Letörölni sajnos nem lehet a régebbi információkat, de hogyha mondjuk emlékszünk egy régi oldal jelszavára, akkor van esélyünk, hogy eltávolítsuk. Mennyire kontrollálható az, hogy ki milyen dolgokat oszt meg saját magáról az interneten, hiszen hogyha azt tekintjük, hogy sokan már gyermekkorukban elkezdik az internet használatot, tudja egyáltalán ezt egy gyerek befolyásolni? Az, hogy milyen tartalmakat osztanak meg, az életkor specifikus igazándiból. Az a jellemző, hogy tinédzserkorban ugye mindent meg akarnak mutatni, hogy milyen jövedelmi státuszban vannak, milyen presztízsértékük van, és ebből kifolyólag nagyon-nagyon intenzíven élik a közösségi média életet, sok fotót megosztanak, csak hogy ezekből nagyon sok probléma is van, mert hogy bármilyen felületen megjelenő fotókat le lehet menteni, képernyőképeket készíteni, és ebből aztán visszaélések is létrejöhetnek, hogy az internetes zaklatásnak egyik forrása általában a nem megfelelően kezelt képekből adódik. Nagyon sok dolgot tud rólunk az internet. Alapvetően nagyon sok információt és adatot rögzít rólunk az internet. Ezeket az adatokat gyakran mi hozzuk létre, hiszen keresünk szavakra, beírunk információkat, fényképeket, videókat töltünk fel, de mostanában már az internet azokat is rögzíti, hogy milyen oldalakon navigálunk. Ez elsőre ijesztően hathat, de alapvetően azt a célt szolgálja, hogy felhasználó barátabbá tegyék a felületeket, hiszen olyan információkat kapunk, olyan hirdetéseket, olyan bejegyzéseket, híreket, ami nekünk szól, ami minket érdekel. Tehát a közösségi média felületeknek ez az egy nagyon nagy előnye, hogy egyre inkább ráhangolódik a felhasználóra, például a YouTube esetében is a javasolt videók ugyanígy történik, hogy a korábbi megtekintéseik alapján kapjuk az újabb videójavaslatokat. Mivel van a gond? Igazániból a közösségi média használatban abból adódik a probléma, amikor olyan tartalmakat osztunk meg, amire később nem vagyunk büszkék, vagy egy újabb élethelyzetbe kerülünk, akár egy munkavállalás előtt állunk, iskolaválasztás előtt, és ebből kifolyólag ugye visszatalálhatók, visszakereshetők az olyan tartalmak, ami befolyásolhatják akár az elhelyezkedésünket is. Közösségi média felületre, illetve úgy ámblok cuzámen az internetre, bármit, amit feltöltünk, az fenn is marad. Hiába töröljük le, ezek az adatok és információk átfutnak egy szerveren, egy központi szerveren, amit a Facebook, Snapchat, Google, tehát az adott felület működtet, és ebből kifolyólag az ott lerögzített adatokat már nem tudjuk letörölni. Tehát időben, mielőtt feltöltünk valamit, akkor érdemes gondolkodni, hogy később is felvállalható-e marad számunkra a feltöltött információ.